Egyházi szakközép lesz a régi egyes iskolából. Idegen nyelvi titkárokat és számítógép szerelőket képeznek majd, de számviteli oktatás is lesz. Megvan a városmarketing igazgatója. A helyi tévét, a tervezett újságot és egy internetes portált is működtető új cég vezetője Meszlényi László lett. A hosszú élet titka a tanulás, a szeretetteljes család és a humor. Ez a véleménye most 90 éves Baranyai Horváth Dénesnek, akit a polgármester és a jegyző köszöntött a születésnapján. És Krisztus szenvedés történetének egy részlete az utcán, lelkes amatőrök játszották el húsvét előtt a Passióból az utolsó vacsora jelenetet. Egyházi szakközépiskola indul Budaörsön. Jó estét kívánok! Az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Esze Tamás utcában, az egyes iskola régi épületében a bencés szerzetes rend indít középiskolát. A tervek szerint idegen nyelvi titkárokat és számítógép szerelőket képeznek majd, de számviteli oktatás is lesz. Határoztak arról is, hogy Trianon emlékmű épül a nagypostával szemben a templom téren. Összefoglaljuk a fontosabb döntéseket. Az áprilisi rendesülés alapvetően három nagyobb horderejű kérdés köré csoportosult. Az egyik a leendő Városmarketing Kft. Vezetőjének megválasztása volt. A másik a Trianon emlékmű felállításának a lehetősége, a harmadik pedig a helyi oktatás jövőjével foglalkozott, több apró előterjesztés mellett. Ezek közül elsőként az önkormányzati fenntartásban működő oktatási intézmények jövőbeli működtetési lehetőségeit érintették. Mint azt Wittinkoff Tamás a BFE polgármestere jelezte, annak érdekében, hogy a helyi oktatás színvonala ne romoljon, és a város az intézményeit továbbra is támogatni tudja, célszerű lenne az intézmények működését kistérségi formában végezni. Sánta Áron, KDNP-s képviselő szerint, mielőtt erről határoznának, célszerű lenne egy intézményi társulás létrehozásának a lehetőségét is megvizsgálni. Azért kértük, hogy a társulás mint lehetőség még ne kerüljön ki ebből a döntési mechanizmusból, hiszen számos nyitott kérdés van egyébként mind a két verzióval kapcsolatban, és hát ugye a tanárnak azt a verzióját sem vesszük most itt elő, de hát ők ugye vannak olyan hangok is, hogy minden maradjon a régiben, ami hát nem biztos, hogy tartható, de azért se söpörjük a szőnyeg alá. Minden esetre az biztos, hogy azzal semmit nem ártunk az ügynek, hogyha a társulásról még beszélünk egy pár hétig, és ha a jövő hónapban a végleges döntést meghozzuk, akkor biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb megoldást, és abban meg 100%-ig biztos vagyok, hogy egyetértésben mindannyian fogjuk megtenni. Komolyabban kéne talán átgondolni a feladatfinanszírozást. Na most, ugye, most mindenki az új fenntartói szerkezetről beszél, erről egyre többet tudunk, egyre több információnk van, viszont arról nem sok, hogy mennyit lehetne esetleg azon megtakarítani, hogyha egy szigorú feladatfinanszírozási szisztémával dolgozna a testület, illetve az intézmények. Tudom, hogy szűkös az idő, nem szeretném elmaszatolni ezt a témát, de mindannyiunk megnyugtatására kérem, hogy erről is talán érdemes lenne. Ezt is érdemes lenne kibontani és megismerni a számokat. Ugye azon kell elgondolkodni, hogy ezek, amiktől szerintem ezek az intézmények jelentősen jobbak, mint az ország átlaga, ezek túlzottak-e, vagy a helyükön vannak-e. Én nem szeretnék ebben most mélyen bele bonyolódni. Én azt gondolom, hogy az intézményeink, az intézményben dolgozók, amit tesznek, és amitől ezek az intézmények nagyon népszerűek lettek, nem csak a budaörsiek, hanem más települések körében is, és éppen ezért én visszatérve, egy kicsit visszakanyarodva sokkal inkább a mai napirendre, amellett szeretnék két szót érvelni, nem tudom, hogy van-e értelme, de mégis megpróbálom igazából Áron nektek címezve, hogy amit ugye tegnap is mondtam nektek, hogy az intézmény fenntartói társulás és a kistérségi fenntartás között én látok alapvetően nagy különbséget a tekintetben, hogy egyfelől lehet, hogy azt meg kell vizsgálni, és meg lehet vizsgálni, hogy létezhet-e az a megoldás, hogy intézményfenntartó társulás. Nekem eddig minden szakember, szakértő azt mondta, hogy a probléma ott van, hogy
jelenleg ugye fölmerült Herceghalom és Telki. Ez a két település adóerőképesség szempontjából nincs jelentősen más helyzetben, mint mi, és ebből adódóan vélhetően ennek a normatív finanszírozását ugyanúgy el lehet bukni, mint az egy-egy települést. Annyit szeretnék jelezni, hogy természetesen a határidők miatt lehet, hogy esetleg egy rendkívüli ülésre lesz szükség, hisz május 31-ig szükséges a döntésünket meghozni, és van olyan egyetértést nyilvánító, akinek 30 napos határideje van, tehát ez a 18-ai testületet lehet, hogy nem teszi majd lehetővé, hogy azon tárgyaljuk, úgyhogy ezt csak így zárójelben jelezném meg. Amit a feladatfinanszírozással kapcsolatban viszont szeretnék mondani, 2010-es adatok alapján készült a felmérés, tehát azért is nem esik erről bővebben szó, hiszen a 2011. évi költségvetés minden intézményben sokkal szűkebb a 2010. évinél, de az intézmények abban partnerek, hogy a következő időszakban, illetve a 2012. évtől ez alapján tervezzenek, erre vonatkozóan pedig a megfelelő időben megtörténik az előterjesztés és a testületi jóváhagyást meg fogjuk kérni. Három dologba biztosan egyetértünk. A közoktatási törvény változásai, azok hátrányosan érintik szerintem az egész szakmát, az egész országba, de kimondottan hátrányosan érintik Budaörsöt. Egyetértünk abban is, hogy a budaörsi intézményhálózat, ez a rendszer, a neveléssel, oktatással kapcsolatos munka, az nagyon rendben van. Azzal is egyetértünk, amit polgármester úr mondott tegnap, hogy garancia nincs. Nincs igaziból semmire, arra se, hogy mi lesz az országban, és szerintem ez kiterjed arra is, hogy itt helyben sem értünk egyet ezekkel a garanciákkal, amik várhatóak. Nem megyek bele a részletekbe, főleg amiatt, mert 2 percem van. Elmondtuk minden egyes fórumon, hogy mi az, amivel nem értünk egyet a fenntartóváltással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogyha önök is így látják, hogy az intézményeik annyira jók, annyira büszkék rájuk, akkor ezt édes gyermekként kellene kezelni és megtartani. Azt gondolom, hogyha megteszik ezeket az első lépéseket, akkor nincs megállás. Most ez vonatkozik az óvodákra, vonatkozik az általános iskolákra. Bármikor, egy hónap múlva azt mondhatják önök, hogy sokba kerül a gimnázium, ott is legyen valamiféle fenntartóváltás. Ha egy évre tart ez a szerintem azért, hadd mondjam, trükközés, akkor egy év múlva mondhatják azt, hogy valami más fenntartót fognak találni az általános iskoláknak. Azokat az érveket, amiket polgármester úr elmond most, hogy mennyire nem fogja érinteni az intézményeket, mert csak névleges lesz ez a fenntartóváltás, ezeket nem tudja kivédeni polgármester úr egy esetleges olyan fenntartóváltásnál, amit nem kívánnak a településen, hisz ugyanezeket az érveket fogják önnek elmondani. Bittinkov Tamás szerint, ha a város nem tesz semmit, azzal lehetetleníti el igazán a helyi oktatást. A testület végül úgy döntött, hogy a két alternatív megoldás közül a májusi rendesülésen választ majd. Döntöttek viszont arról, hogy az Esze Tamás utcai ingatlanban 2011. szeptemberétől beindítják a szakképzést a bencések vezetésével. Én azt a garanciát és azt az ígéretet bírom, és én ezt feltétel nélkül szeretném elfogadni, sőt el is fogadom, hogy a bencésrend képviselői jelezték, hogy semmilyen módon a I és által folytatott oktatással konkurenciát nem kívánnak teremteni. Egy olyan szakképzést kívánnak elindítani most idén első körben, amely érettségi utáni olyan lehetőséget biztosít, hogy esetleg azok, akik ezt elvégzik a munkavilágába, be tudjanak kapcsolódni. Örömteli egyeztetési folyamat vége ez a mai előterjesztés, illetve talán merhetem így mondani, egy remélhetőleg még hosszabb és még gyümölcsözőbb együttműködésnek a kezdete. Személyesen nekem is, mint volt bencés diák, egy külön öröm, hogy egy ilyen előterjesztés itt lehet a képviselőtestület asztalán. De talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a budaörsi közoktatásnak a amúgy is magas színvonalú rendszere egy újabb, nagyon igényes és nagy múltra visszatekintő színfoltal tud majd
gazdagodni itt a városba. Én egyetlen egyre szeretném felhívni immár évek óta a tisztelt képviselőtestület figyelmét, hogy a iskola épülettel kapcsolatban úgy a műszaki állapotáról, a külső megjelenéséről, mellette vásárolt telkek sorsáról egyszer le kell ülni és dönteni kell. 2009 nyara óta nagyon sok munka van ebben a előterjesztésben, nem is magában az előterjesztésben, hanem a gondolatban, hogy Budaörsön egy egyházi szakközépiskola szülessék, illetve kapjon helyet. És azért is gurul majd kő a szívemről, mert mégis a bencei szerzetes rend az, aki jelen állapotban vállalja ennek a fenntartói feladatnak az ellátását, ami egy 1000 éves tanítási kultúrával rendelkező rend, tehát azért itt vannak garanciák és biztosítékok, hogy rossz irányba nem fognak senkit vinni a gyermekek, illetve a felnőttek kapcsán. Az Esze Tamás utcai épületben tervezett képzésről Titusz atya, a leendő iskola vezetője így nyilatkozott. Bencések a legrégebbi tanító rend Magyarországon, 1000 éve vagyunk jelen az oktatásban. Egy olyan tudás halmozódott fel nálunk, amit meg szeretnék osztani máshol is, és örömmel fogadtuk a meghívást Budaörsre. Azt gondoltuk, hogy szakképzésben, szakiskolai irányban indulunk el, olyan területen, ahol nincsen jelen egyházi iskola, az egész térségben Budapest egyetlen ilyen egyházi iskola nincsen, Budaörsön sincsen, és ezért gondoltuk azt, hogy erre lesz igény a helyi beérkezett közéletkutatások alapján. Egészen piciben indulunk most, lesz egy idegen nyelvű titkárképzés, egy számviteli képzés és egy számítógép szerelő karbantartói képzésünk, és a jövő évben fogjuk pontosan kidolgozni azt, hogy már a szakközép iskolát 2012-ben hogyan és mint indítsuk el. A végső cél egy olyan szakközépiskola kiépítése, kidolgozása, ami a helyi lakosság igényét kiszolgálja, tehát hogy ne kelljen adott esetben Budapestre beingázni a budaörsieknek, hanem itt tudjanak helyben maradni, akár csak átsétálni, vagy esetleg biciklivel átmenni az iskolába. Igen, parázsvitát váltott ki a tervezett Trianon emlékmű felállításának és helyszínválasztásának kérdése. Megértem azt a szomorúságot, ami a Trianonnal jelzett és ebbe a körbe tartozó tragédiát illeti. Ezzel együtt az, hogy Budaörsön megemlékezzünk különböző dolgokról, nevezetesen például az első és második világháború áldozatairól, amit egyébként meg is teszünk, és egyébként még egy súlyos történetről, nevezetesen az itt élők elűzéséről, ami ugye már a második világháborút követő időszak 46-47-re tehető időszakában volt. Azt én teljesen helyénvalónak tartom. Az egy érdekes dolog, hogy ha most egy ilyen emlékművet emelünk, akkor vajon nem kellene arra gondolni, hogy voltak más olyan történelmi tragédiák is, ahol mondjuk magyarok 100 000-eit veszítettük el. 1920. június 4-én iratták alá a Kárpát-medence egészére, mint geopolitikai egységre kiterjedő Magyarországgal, a Szent Korona országával a saját halálos ítéletén. Az az Európa döntötte el a mi népünk sorsát, akikre, ha demokrációról beszélünk, hivatkozunk, de akik esélyt sem adtak egy nemzetnek, vagy egy nemzet néztek arra, hogy válasszanak akár abból, hogy önrendelkezés területén mit szeretnének, vagy mit sem. És azóta sem tették ezt meg. A tragédia következtében hazánk legértékesebb területei vesztek el, de ezt mindenki tudja itt ebben a teremben. Került idegen uralom alá 3,5 millió nemzettestvérünk. Ha kicsit megregem a hangom, az azért van, mert az én őseim is a 3,5 millió között voltak. Idegen uralom alá szétszakítva falvakat, családokat, az én családomat is, akik menekültek Kis-Magyarországra, Brazíliába, amerre láttak a világba. Lelkileg, fizikailag megtörve álltak milliók a reménytelenségben, a megaláztatásban nincstelenül hazanélkül. S utána a borzalom. Megaláztatás, halál a vérükért, az Istenükért. A 325 000 négyzetkilométer kiterjedésű hazából pedig mindössze 93 000 négyzetkilométer maradt. Megfosztva többek között ásványkincseink, erdőink, zömétől, tönkretéve a közlekedési hálózatot, tönkretéve mindent. Ez a legigazságtalanabb béke volt, ha egyáltalán békének lehet nevezni. Bibó a következőket írja: zavaros filozófiánk és hazug propaganda. 215. oldal.
Az avaros filozófiák féligazságai és a propaganda hazugságai csak akkor hatnak egyénekre vagy közösségekre, ha azokat nagy intenzitással átélt félelmes és félrevezető élmények hajlamossá teszik féligazságok és hazugságok elhívésére. Mert azok alapján öncsalásaikat igazolhatják, hiú reményeiket táplálhatják, hamis képzeteikben megrögződhetnek és bizonyos indulataiknak kielégülést szerezhetnek. Egyensúlyozott lélekről a féligazságok és a propaganda hazugságai lepattannak. Kérdés az, hogy mit tette Közép- és Kelet-Európa népeit egyensúlyozhatatlanná. És itt a válasz. Minden szál a politikai hisztéria valamiféle fajtája felé mutat, politikai hisztériák felgöngyölítésénél pedig első feladat felfedni azokat a történeti megrázkoztatásokat, melyek ezeknek az országoknak a fejlődését és az egyensúlyát megzavarták. Az, hogy Trianon megzavarta a mi egyensúlyunkat és megrázkodtatta az országunknak a fejlődését, ez szerintem mindenki számára egyértelmű. Szutor Gergely fideszes képviselő szerint a trianoni eseményeket végre ki kell beszélni, és a tragédiára méltóképpen kell emlékezni. Én azt javaslom, hogy konkrétan a templom térre, és ott a postával szemben helyezzük el ezt az emlékművet. Abban az esetben, hogyha valakinek van ennél jobb javaslata, akkor szerintem a következő testületgyűlésig még ezt tegye be a köztudatba, akár egy előterjesztés formájában. Jelenleg mi nem találunk ennél jobb helyet. Trianon egyik feloldásának lehetősége lehet az, és számomra a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy az is, hogy megismertetni a mai fiatalokkal a határon túlélő magyarok életét, sorsát, történelmét, azt, hogy hogyan élnek, hol élnek, és ők hogy gondolkodnak e felől. Azt is gondolom, hogy amit én ezzel kapcsolatban megpróbáltam, sikerre vezetett. Nem csak én csinálom most már, hanem programmá vált az I.S. Gyula gimnáziumban, hogy igyekszünk ezekre a területekre elvinni a diákjainkat, és nem mi, hanem az ottani magyarok beszélnek arról, hogy ők hogy gondolkodnak az életükről és sorsukról. Végül az érvek és ellenérvek elhangzása után a testület 9 igen és 5 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy 2012-ben a templomtéren a postával szemben állítja fel a budaörsi Trianon emlékművet majd. Megválasztotta az önkormányzat a Városmarketing Kft. Igazgatóját is. A céget, amely a tervek szerint a helyi tévét, a tervezett újságot és egy internetes portált is működtet majd, Meszlényi László igazgatja. A megbízatása 5 évre szól. A zárt ajtók mögött lezajlott szavazásról kivonultak a Budaörs fejlődéséért egyesület képviselői. Szerintük a jogállamisággal és a demokráciával ellentétes, hogy közpénzből helyi médiabirodalom épüljön. A Fidesz frakció vezetője viszont azt hangsúlyozta, hogy a cég létrehozása nem törvényellenes, és szakmailag kimagasló felkészültségű szemét választottak a posztra. A Városmarketing Kft. Ügyvezető igazgatójának személyére kiírt pályázat elbírálása alaposan megosztotta a budaörsi képviselőtestületet. Miután személyiségi okokra hivatkozva a grémium úgy határozott, hogy zárt ülésen dönt a létrehozandó cég vezetőjének személyéről, a Budaörs Fejlődésért Egyesület tagjai kivonultak az ülésről, hangsúlyozva, hogy egy színjátékban ők nem kívánnak részt venni. Vittinkov Tamás az egyesület által delegált polgármester is átadta az ülés vezetését Szabó Károly fideszes képviselőnek, mint a testület rangidős tagjának. Nyilván, amikor a képviselőtestület döntött arról, hogy létrehoz egy olyan média Kft-t, aminek a tartalmi része ellenkezik mindazzal, amit nem pusztán csak a törvények és az alkotmány, bár most már alkotmányunk nincsen, hanem alaptörvényünk van pár napja, tehát nem csak ennek a szellemével ellenkezik, hanem mindennel, amit egy jogállamiságban hívő és a demokratikus játékszabályokat tiszteletben tartó ember komolyan gondol. Nevezetesen azt, hogy a helyi nyilvánosságnak a lényege az az, hogy ezek a műhelyek, amelyek tartalmat szolgáltatnak, és Budaörsön ez elég sokszínű. Van a televízió, van a alapítványi formában működő rádió, van a magánkézben lévő újság,
hogy ezek minél inkább tartsanak tükröt, és legyenek kritikusai annak, amit, ha úgy tetszik, a helyi hatalom, mert hát nem lehet ezt máshogy nevezni, az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal végez, vagyis egyfajta tükör szerepet játszanak. Milyenné torzul az a tükör, ami közpénzen egy közös média birodalommá olvad, ahogyan ez ennek az anyagnak a tartalmából következik. Milyen eljárás az, amikor egyébként az egyik pályázó azt írja le nekem, mert hogy megkeresett egyik pályázó egy héttel azelőtt, hogy a pályázatokat meghallgatták volna, hogy én mit gondolok erről, én azt mondtam neki, hogy biztos jó, hogyha pályázik, de szerintem ez a dolog már eldőlt, biztos vagyok abban, hogy valami olyan döntés fog születni, ami nem fogunk meglepődni, hát a bizottság jobboldali többsége, a Fidesz-KDNP többsége, a Fidesz egykori kommunikációs igazgatóját egyedüliként jelölte a képviselőtestületnek elfogadásra. És érdekes módon még a bizottsági meghallgatás és a testületülés között kaptam egy levelet. Kedves Tamás, teljesen igaza volt abban, hogy megvan a jelölt. Tegnap ott voltam 4-kor sokat magammal. Várnunk kellett kb. 20-30 percet, mire kijött valaki a tanácsteremből, de addigra már tudtam, hogy ki a favorit, mert figyeltem. Szerintem rá lett szabva az egész. Míg vártunk, legalább 10 emberrel fogott kezet ez a valaki. Mindenki üdvözölte őt, kezét rázták. Mellette álltam, amikor odalépett hozzá valaki a tanácsteremből kijöve, és megkérdezte, vissza tud-e jönni később, mert csak akkor lesz a meghallgatás. Azt mondta, igen, s erre az volt a válasz, hogy jó, akkor megszavaztatja a sorrendet. Az egész levelet nem fogom felolvasni, ez csak egy hangulati mellék zöngéje ennek az egész történetnek, vagyis, hogy egy színjátékról van szó, és én egy zárt ülésen nem vagyok hajlandó egy színjáték részese lenni egy olyan kérdésben, aminek az alapjaival sem értek egyet. Hát az már csak a habatortán, hogy a bizottsági ülésen fölmerült, hogy milyen juttatása legyen egy olyan cég vezetőjének, ami cég még nem létezik. És azt mondták, hogy majd ha megválasztják, megkérdezik, hogy mi a bérigénye. Én ezt elképesztőnek tartom, vagy hogyha megnézzük, hogy a pályázati anyagban legalább 2-300 millió forintos cég birodalom felépítéséről beszélünk, akkor, amikor közalkalmazott a köztisztviselők, vagyis a pedagógusaink, illetve a hivatali dolgozók juttatásait 9%-kal csökkentettük, akkor valamit, ami magától jelenleg jól működik, arra fölépítünk egy céget, idehozunk hozzá valami, hát hogy is mondjam, csak erősen hozzánk kötődő embert, aki ezt a céget fogja vezetni, és az létrehoz sok-sok közpénzből egy olyan birodalmat, ami természetesen, hát vélhetően a jövőben nem a szigorú kritikusa lesz annak, ami a képviselőtestület többsége által elfogadtatik, vagy ami itt történik, hanem hát valamiféle olyan irányt vehet, ami nem jó. De lehet erre azt mondani, hogy ez csak az én feltételezésem. Alapvetően is azt tartom nagyon fontosnak, hogy ha már a forma, ha már a tartalom árulkodó, akkor nincsenek meg a garanciális feltételei a független és szabad véleménynyilvánításnak, és ahogyan a médiatörvénnyel kapcsolatban az öncenzúra és egyéb kérdések merülnek föl, ha ez a KFT teljesen függetlenül fölvett volna valaki olyan embert, vagy oda vett a képviselőtestület többsége, egy tényleg egy elfogadott szakembert, akiről mindenki tudja, hogy pártatlanul működik, akkor sem biztosítottak azok a feltételek, ha közpénzben működik, hogy nem merüljön föl a különböző hírek gyártása, közlése során, hogy én a pénzemet az önkormányzattól kapom, és ez önmagában nem tesz jót a tájékoztatásnak. Önmagában ez, ha létrejön, vélhetően olyan versenytársa lesz a már meglévő médiumoknak, ami meg fogja ölni azokat, az egyébként jelenleg függetlenül működő tájékoztató orgánumokat, amelyeknek a létére pedig elementáris szükségük van ahhoz, hogy a tájékoztatás független, pártatlan és nyílt legyen. A döntésben részt vett a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselője is, a Fidesz-KDNP frakciója mellett. Az zárt ülésen végül Meszlényi Lászlót bízta meg 5 évre a várost irányító grémium többsége. A döntés értelmében 4 órában bruttó havi 300 000 forintos díjazás mellett végzi majd a munkáját a Farkasréti úton található önkormányzati ingatlanban. Azt tartottam volna természetesen szerencsésnek, hogyha egy kimondottan szakember látja el ezt a feladatot, ha már valakinek ugye el kell látnia. A képviselőtestületi döntés értelmében ugye ezt ki kellett írni. Meghallgattuk a jelentkezőket bizottsági, szakbizottsági ülésen,
Én magam az előzetes önéletrajzok, szakmai életrajzok és az ott megjelent urakkal történő beszélgetés során is arra jutottam, hogy az imént megválasztott ügyvezetőigazgató úr volt szakmailag messze menőkig a legalkalmasabb. Hozzáteszem, és ezt bizottságon is jeleztem, és most a zárt ülésen is jeleztem, hogy nem tartottam szerencsésnek, rá is kérdeztem bizottságin erre, hogy egy bizonyos párt kommunikációs igazgatójaként dolgozott éveken keresztül, hogy mit várhatunk ezek után. Reményemet fejeztem ki, hogy nem ezen a nem tevékenységének, nem ez a pár éve fogja meghatározni az itteni tevékenységét. Mást ezzel kapcsolatban tenni az ember nem tud. De még egyszer hangsúlyozom, hogy szakmailag őt kellett megválasztani. Nem szeretnék természetesen senkit ledegradálni, de az illető úrnak a szakmai előmenetele tényleg kiváló volt, és a televízió nézőinek is elmondom még egyszer, hogy tényleg reménykedem abban, hogy az ő működése szakmai alapokon fog nyugodni. Amennyiben én ennek az ellentétét fogom tapasztalni, akkor a nyilvánossághoz fogok fordulni, legyen ez televízió, rádió vagy bárki, aki ez irányban tőlem érdeklődni fog. Nekünk van egy elvi álláspontunk, amihez mindvégig tartottuk magunkat, és jelenleg is tartjuk hozzá. Mi alapvetően a sokszínű, független és plurális média hívei vagyunk országos méretekben és helyi viszonyok közepette is. Éppen ezért mi elvi okokból nem helyeseltük egyfajta média monopólium létrehozását a városban, hiszen voltak éppen itt tartunk tőle, hogy erről lesz szó. Éppen ezért a mai szavazásban én, mint MSZP-s képviselő, nem vettem részt. Ugyanakkor jelen voltam a teremben, amivel viszont a dolognak egy másik vetületét szerettük volna demonstrálni, azt nevezetesen, hogy vannak bizonyos gyakorlati megfontolások is, hiszen az nyilvánvaló volt, ha a Fidesz elhatározta, hogy ezt a Városmarketing Kft-t létrehoz, akkor meg is fogja csinálni, és mi azt gondolom, hogy a demokratikus pártoknak nagyon oda kell figyelni ennek a folyamatnak minden mozzanatára, ezért döntöttünk úgy, hogy figyelemmel kísérjük a dolgok menetét, ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, de mint mondtam, magában a döntési folyamatban nem veszünk részt. A felmerült aggályokat Kálócz Imre, a Fidesz-KDNP frakció vezetője így kommentálta. Semmilyen előre lejátszott dolog nem volt a Fidesz frakción belül. Igazából én ezt a állítást vissza is utasítanám, amit a polgármester úr tett. Igazából én, és akkor egy személyes dolgot szeretnék megosztani önökkel, illetve nézőkkel, én teljesen más emberben gondolkodtam, mint akit végül megszavaztunk, és igazából én úgy gondolom, hogy a pályázatokat végignézve, meghallgatva az embereket, szakbizottságon meg lettek hallgatva, kimagasló volt Meszleny úrnak a pályázat, illetve a szakmai felkészültsége, és emiatt döntöttünk mellette. Szerencsére nem csak a Fidesz-KDNP látta ezt így. Abban az esetben, ha ez bármelyik bíróság kimondja, hogy ez törvényellenes, azonnal vissza fogjuk vonni. De az, hogy egy politikus azt mondja, hogy szerinte ez aggályos, az még nem azt jelenti, hogy ez törvénytelen. Vannak olyan médiumok, például a Budaörs TV, amelyet 100%-ban az önkormányzat finanszíroz, és évek óta ennél például aggályos a törvényes működés. Én úgy gondolom, hogy ezt át fogjuk csoportosítani az új cég alá. Én nem gondolom azt, hogy ez különösebb problémákat okozna, akár személyzetben, akár technikai stábban, akár a műsorok struktúráját tekintve. Az, hogy nincsen Budaörsön egy olyan újság, amelyik megjelenik bizonyos időszakonként, és ingyenesen minden polgárhoz eljut, ezt pótolni szeretnénk ezzel a céggel. Én úgy gondolom, hogy ez a két nagyon fontos lába van. Talán még az internetes felület az, ami talán úgy adja magát. Amatőr színházi előadás a Templom téren.
Lelkes budaörsiek játszották el húsvét előtt a Passióból az utolsó vacsora jelenetet. A szereplők döntő többsége szerepelt korábban a Kőhegyen bemutatott Passióban is. A Krisztus szenvedés történetét ábrázoló előadás részletben Jézust Csaba atya alakította. A kitaláló Lejpán Tibor, aki egyébként önkormányzati képviselő is, azt szeretné, hogy jövőre több jelenetet is bemutassanak, és ne a templom mellett, hanem a Kálvária dombon. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hogy akarod? Hol készítsük el neked a húsvéti bárányt? Így felelt. Menjetek be a városba Nikodémushoz, és mondjátok meg neki, hogy a mester üzeni. Közel az időm. Nálad töltöm el tanítványaimmal a vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Lelkes amatőrök jobbító szándékú kezdeményezésének köszönhetően egy újabb kulturális színnel lett gazdagabb a város a templomtéri műkedvelő Passió bemutatója után. Ez az én ötletem volt, már tavaly karácsony óta gondolkoztam ebben. Az alapötletet ugye az adta, hogy volt a betlehemes játékok, ami nekem nagyon tetszett, és akkor kezdtem meg gondolkozni abban, hát ugye, hogy jönni fog a húsvét is, és talán célszerű lenne valamit előadni. Na most stílusosan az jutott eszembe, hogy a Passióból az utolsó vacsora illeszkedik leginkább ide. Ezt a darabot akartuk eljátszani, hát elég sok előkészületet igényelt, és elég sok nehézséget kellett leküzdeni, míg végül ma este a legnagyobb örömömre sikerült ezt eljátszanunk. Tudjátok-e, mit cselekszem én most ti veletek? Ti engem mesternek és úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmosom a lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti véletek, ti is úgy cselekedjetek. Már mindenki volt a Passióban, tehát a korábbi Passiókban is, mondok itt a 2006-osra, illetve a 2009-es Passióra, már mindenki szerepelt benne egyetlen kivétellel. Tehát egyetlen kivétel volt, aki nem játszott korábban egyetlen Passióban sem, tehát így végül is sikerült összeállítani a csapatot, és tényleg nagyon örülök neki. Külön örülök, hogy az az elképzelés is valóra vált, hogy Csaba atya játszhatta el a Jézus szerepét, ez külön nagy örömömre szolgált. Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert bizony mondom nektek, hogy most iszom utoljára a szőlő terméséből addig a napig, amikor azt az újat iszom majd veletek atyám országában. Salamon Soba Lászlónak külön megköszönöm a budaörsi játékszínből a külön a segítségét. Ő összefogta a technikai részét is, meg a koreográfiát is. Ezen is nagyon sokat gondolkoztunk, mert legelső alapötlet az az volt, hogy itt a templomtéren egy asztal mögött, tehát mint az eredeti jelenetet egy kicsit lekopírozva adjuk elő az utolsó vacsora jelenetét. Végül is aztán ebbe a változatban maradtunk, ami pillanatnyilag látható volt, de én azt hiszem, hogy egy nagyon dekoratív, egy nagyon szép megoldás volt ez is. Bizony mondom neked, mire megszólal a kakas, háromszor megtagadsz. Uram, ha nem tudjuk hová mégy, hogy találjuk meg az utat? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jutott el az atyához másképp, csak én általam. Mutasd meg nékünk az atyát, és az elég nekünk. Annyi ideig vagyok veletek, és nem ismertek engem. Tamás, aki engem lát, látja az atyát is. Mert én az atyában vagyok, és az atya én bennem.
Az alapvető gondolatom az az volt, hogy semmiképpen ne vagyunk be színész szereplőket. Tehát azért is a címe eredetileg az volt, hogy Budaörsiek a Budaörsieknek, és mindenképpen azt szerettem volna, hogy ugyanúgy, mint az 1930-as években, csak amatőr színészek játsszák el ezt a darabot. Ez most sikerült. A tervekről néhány szót, igen, már megfogom bennem egy-két gondolat, hogy jövőre a Kálvária dombon játszanánk el, tehát szerintem egy nagyon kellemes jelenség lenne ott is, nem csak itt a templom téren, és akkor arra gondolok, hogy még egy-két plusz jelenetet is előadnánk a Passióból, tehát bezárva, tehát ezek most csak ugye alapgondolatok a feltámadásig. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Amen. A templomtéri előadást hosszabban is láthatják majd műsorunk végén a Kommentár nélkül című összeállításban. A hosszú élet titka a tanulás, a szeretetteljes család és a humor. Ezt a most 90 éves Baranyai Horváth Dénes mondja. A Kamaraerdőben élő nyugdíjas bíró a születésnapjára laptopot kért, hogy haladhasson a korral. De nem panaszkodhat a szellemi frissességére a 95 éves Erzsi néni, azaz Nagy Mihályné sem, aki a héten töltötte be a 95. életévét. Kedi Csokla, Vittinghoff Tamás vagyok, és Nagy Mihálynét jöttünk köszönteni. Vittinghoff Tamás budaörsi polgármester, Bocsi István a települési edzője és Kövesdi Gabriella a város szociális és népjóléti irodájának a vezetője köszöntötte 95 éves születésnapja alkalmából Nagy Mihálynét, Erzsi nénit, aki április 4-én töltötte be ezt a szép kort. Egy kis ajándékot is hoztunk, meg egy csokor virágot. Ezt majd belerakjuk egy csokorba, jó? Igen, igen. Ide lerakjuk, köszönöm, addig az asztalra. És a Jenzi úr meg egy oklevelet is áthat. Csokorba. Jó napot kívánok! Még ezt tudom. Jó, hát egy ott kellene. Mi ez a könyv? Ez egy emléklap, ezt a miniszterelnök írta alá. Mint megtudtuk, Erzsi néninek nem volt könnyű gyermekkora. 9 voltak testvérek, akik közül 2 nagyon korán meghaltak tífuszban. Sajnos a betegség az édesanyját is elvitte, így sokszor a nagyobb testvéreknek kellett gondoskodnia a kisebbekről. Ez különösen igaz volt a háborús évekre, hiszen édesapja 6 évig orosz hadifogságban sínylődött. Erzsi néni ennek ellenére minden gonddal megbirkózott. Igaz, hogy a látása és a hallása már megromlott, de 95 éve ellenére egészségben és szeretetben él családjával. A sors különös kegye folytán ugyanezen a napon köszönthették dr. Baranyai Horváth Dénest is, aki nemrég töltötte be a 90. életévét. Dénes bácsi 1982-ig bíróként dolgozott, szellemileg igen friss és rendkívül sok érdekes történettel örvendeztette meg látogatóit. Fővárosi bíróságon dolgoztam a másodfokon. Hát kérem, elénk bekerült egy ügy, élettársak voltak, a férfi szorgalmasan eltángálta az élettársát. Egyszer egy kerítéslécet tört el a hátán, kórházba került az asszony, súlyos testi sértés, nyomozás, átteszi a rendőrség az ügyészségre, hivatalból emelnek vádat. Megvan a második tárgyalás. Első fokon, ha 6 hónap letöltendő szabadságvesztést kapott az illető. Ríj az élettársat előttük, hogy ez olyan jó ember, azt mondja, nem tud élni nélküle. Hát én voltam az előadó bíró, hát mit csináljunk, kérem, fölfüggesztettük. Dénes bácsi a mai napig szenvedélyes rejtvényfejtő és videós. Életének minden percét kihasználja. Érdeklődése nem lankad, így a 90. születésnapjára is egy laptopot kért, hogy haladhasson a kor vívmányaival. Nincs időm, olyan sokat tudnék, kérem, vagy csinálok, kérem szépen minden. Elmentem egyszer ide az időseknek a
otthonában, itt Kamaraerdőn kérem, és láttam, hogy így is körülök. Nem tudják, mivel agyonöpni az időt, kérem, kártyáznak, beszélgetnek, ezt csinálnak, azt. Én meg nekem kérem, mert annyi mindent tűnik. Szerények voltunk, én csak azt tudom mondani, gyakorlatilag a semmiből kezdtük. Hát, feleségem rákospalotai volt, kibombázták, kérem. Az édesanyjánál élt. Én is a szülémnél. Egyébként mi is úgy voltunk, 944 karácsonyán az óvóhelyen ismerkedtünk meg, kérem szépen. 944. Ő volt az első asszony az életemben. És az utolsó is. És kérem szépen, 2 évig mi is úgy voltunk, hogy ő az édesanyjánál, illetve a szüleinél, az édesapja nyomdász volt a Székesfővárosnál, egy akkor még úgy hívták, és édesapám pedig ügyvéd volt, kérem szépen. Hát a lányom is egyébként az lett, a nagyapám az körjegyző volt. Kérem. Dénes bácsi szerint a hosszú élet titka a folyamatos tanulásban, a szeretetteljes családban és a humorban rejlik, amely mindig átsegítheti a nehezebb napokon. Befejeződött a kánya felújítása. Az 50-es években készült és mindmáig egyetlen magyar tervezésű és teljesen magyar építésű sportrepülőgépet a Budaörsi reptéren újították fel. A munkákhoz az önkormányzat is adott pénzt, ezért is keresztelték Budaörs névre a gépet. Hasonló típusú repülő egyébként még egy van az országban, a Repüléstörténeti Múzeumban. Hamarosan szárnyra kelhet Rubik Ernő 1943-ban tervezett kánya típusú gépe, miután a Gold Timer Alapítvány és a Budaörsi Önkormányzat támogatásával egy kis szakmai tím felújította a magyar repülés történet emeremek művét. Az alapítványt azért hoztuk létre 1992-ben, hogy a Magyarországra kapcsolatos repülős emlékeket és repülős értékeket megvédjük, megóvjuk, és lehetőleg repülőképes állapotba hozzuk. Hát már elkezdtük ugye több repülőgéppel, pokettes, cimbora, vöcsök, és a kánya típusú repülőgépet pedig azért szerettük volna mindenképpen megcsinálni, összerakni úgy, mert ez az első olyan repülő, amit az alapítvány összetudott hozni, ami magyar tervezésű, magyar gyártású, és magyar nagyjavításon megy most keresztül az alapítványokra. Tehát ez teljesen magyar gép. Összes többi gépünk az mind külföldi tervezésű és külföldi gyártású. Ez az első olyan gép, amit rendbe tudtunk hozni Magyarországnak, mert ugye a magyar államtulajdon, a közlekedési múzeum tulajdon ez a repülőgép, csak mi fogjuk üzembe tartani, üzemeltetni. A gépet ünnepélyesen Budaörs névre keresztelték, ezzel ismerve el a város értékmegőrző munkáját. A keresztelőn természetesen a város és az alapítvány vezetői is megjelentek, és örömmel ismerkedtek a különleges repülővel. Most készül az egy másik, egy kicsit kisebb. És hogy kézzel faragott ki, vagy hogy csinálod? Gyalogatott szépen, finoman. Hát úgy van, hogy megvannak a szelvények, hogy a... De több rétegből van összeragasztva. Több rétegből össze van ragasztva, és akkor még ilyen szögletes, és akkor vannak ilyen mintaszelvények, hogy hol hány fokosnak kell az elcsavarásnak lenni, és milyen szélesnek, és akkor addig reszeli durván, ameddig azt el nem ér, és akkor végén már csak csiszolja. Hát hosszú. Tehát ezért gondolj bele, hogy végén legyártottak ezer fok. Itt volt egy minta, itt vannak így darabokból. És mint egy legyező összeragasztva. És akkor alulról, fölülről, és akkor aztán elkezdi az ember így lehántani. Vittinkov Tamás budaörsi polgármester nem csak kívülről csodálta meg a felújított gépet, a pilóta helyére is beült. Egy időutazásnak érzem, de hát csodálatos látni ezt a 50-es években készült kis technikai remeket, és hát egyszerűen lenyűgöző, amilyen módon felújították. Szerintem szebb, mint új korában. Nagy szerencse, hogy ez 2 évvel ezelőtt indult, mert bizony idén nem biztos, hogy lett volna erre keret, és hát mint meghallhattuk, ez az egyetlen magyar tervezésű és teljesen magyar építésű gép, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ebben az önkormányzat is részt tudott venni, meg hát ugye budaörsi vonatkozása számtalanban, mondjuk éppen a felújító személye is. A gép felújításának a nagy részét Révi László végezte el, ő néhány héttel ezelőtt így mutatta be a kánya legérdekesebb részeit. Ezt 1950-es években gyártották őket, 49-től 54-ig, 1949-től, akkor egy hathengeres soros motorral, egy Walter hathengeres motorral csinálták őket. De aztán, ahogy ezek elhasználódtak, a 1959-ben átépítették az összeset erre az orosz csillagmotorra,
ami az M11-es csillagmotor, ami hát kiköszöböli azt a hibát, a másik motorok azok állítólag melegedtek. Hát persze ezt most már így nem tudjuk, csak ezt hallottuk róla, hogy ez volt az oka. Meg hát az a helyzet, hogy akkoriban ez a motor, ez Magyarországon eléggé járatos volt, mert a JAK-18-as repülőgépnek, amit Esztergomba csináltak is, meg a poketteseknek is, amikor hát elterjedt gép volt a kétfedelű orosz vontatógép, és hát akkor így egységes lett a motor. A II. Világháború végén bízták meg Rubik Ernőt felderítő katonai repülő tervezésével. Bár a tervek elkészültek, a gépeket végül mégsem építették meg. Később, amikor a 40-es évek végén új sportrepülők készítése került előtérbe, elővették a korábbi terveket, és ezek alapján készítették el azt a 9 darab kányát, melyből ma már csak 2 létezik. Az egyik a Repüléstörténeti Múzeumban látható, a másikat épp most restaurálja Révi László. A tervek szerint ez repülni is fog. A háború után 1949-ben fölmerült, hogy hát most már békét építjük, és ahhoz meg sportrepülők kellenek, akkor hát csak a fiókból elővették a tervrajzokat, és akkor azt mondták, hogy na, akkor hajrá, és akkor így 9 darab készült ebből a repülőgépből. És hát egyébként egy nagyon-nagyon jó kis gép. Hát az egész szárnya, ahogy van, hát a Storchra emlékeztető, ugye ez a résszárny, és akkor ez pedig a Junkers csűrő és ívelőlap, amivel hát tulajdonképpen a leszállásnál tudnak az, hogy egész, tehát ezzel fékez, meg hát ezzel tud kisebb sebességgel menni, és hát egyáltalán ez a rés, ami itt van benne, hát ez okozza az áramlásilag, hogy egész kicsi sebességeknél is a kormányfelületeknél rendezett meg a szárny. Nál is a részszár miatt, tehát nagyon-nagyon kis sebességgel és még stabilan tud repülni. A Budaörs felújítását 2 millió forinttal támogatta a város. Az egyéb anyagi és technikai feltételeket pedig a Gold Timer alapítmány biztosította. Körülbelül 2-3 hónap múlva lesz olyan annyira kész a papírmunka és a hatósági berepülések és összes több olyan környező munka, ami amikor azt mondjuk, hogy most vége, lehet repülni a repülő, az kb. 2-3 hónap még. De most már a repülőgép különben teljesen készen van. Hogy azért került rá a Budaörs címke, mert hát Budaörs önkormányzat nagyon sokat segített. Ha a Budaörs önkormányzat nem segít ebbe, akkor az a repülőgép most még nincs kész. De nagyon jó volt a hozzáállás, és az természetes, hogyha egyszer segítettek, akkor legalább mi is megörökítjük a Budaörs város nevét. A repülő várhatóan ősszel szállhat majd fel először a budaörsi repülőnapon. Szakkör, de nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek, és nagyon népszerű. Gyöngyöt fűznek rendszeresen lelkes hölgyek a Jókai Mór Művelődési Központban. Mindez azonban nem csak hasznos időtöltés, hiszen az elkészült alkotások egyedi ajándékok lehetnek. Egy-egy születésnap, névnap közelettével sokszor gondolkozunk azon, vajon minek is örülne legjobban az ünnepelt. Ha igazán szép és különleges ajándékot szeretnénk adni, vagy akár csak magunkat akarjuk meglepni, érdemes gyöngyökből készíteni valamit. Ma már szebbnél szebb gyöngyöket, Swarovski kristályokat lehet vásárolni, amiből egyedi nyakláncokat, karkötőket, gyűrűket, illetve dísztárgyakat készíthetünk. Városunkban 2005 óta működik gyöngyfűző szakkör Nagy Gyöngyi vezetésével. Nagy lánykorom óta, azt lehet mondani, amikor még nem is volt divat a gyöngyfűzésen, azóta kedvelem. Tanulni nem tanultam akkor, amikor elkezdtem, akkor csak így autodidakta módon, illetve hát én ittam ott azért, mert újságokban lehetett látni ilyen leírásokat, inkább külföldi lapokban, és akkor azokat megfűztem. Illetve hát, amit találtam, így ékszert, ami így a kezem ügyébe került, azt megnéztem, hogy hogyan készül, és leírás készítettem róla. Vannak különböző technikák, amiket illik ugye mindegyiket elsajátítani, és aztán az ember általában megtalálja azt, amelyik neki leginkább fekszik. Nagy Gyöngyi két hetente hétfői napokon 17 órától 19 óráig tart gyöngyfűző szakkört a Jókai Mór Művelődési Házban.
Ezeken az alkalmakon többnyire felnőttek vesznek részt, de hamarosan gyerekeknek is indít foglalkozásokat. Most szeretnék indítani egy külön csoportot, itt a művelődési házban már megbeszéltem a vezetővel. Általában már a 8-10 vagyunk, ez már szerintem a maximum. De 5-6, ami az ideális, és a 10 az még jó, még a 12 is, de a fölött már semmiképpen nem. Egy rajzot hozok, vagy egy fűzési mintát, és azt szeretem, hogyha mindenki olyat készít belőle, ami neki tetszik. Nem nagyon szerettem mintadarabokkal befolyásolni az embereket, itt sokkal változatosabb dolgok készülnek. Ennek a variálása lesz most ezen a alkalmon, és ezt lehet, ezt a technikát karkötőhöz is használni. Amit most fűzünk, az egy ravalapra készül bogyó, a karkötő is ezzel a rav technikával készült. Ez egy másik változata ugyanennek a technikának. Ez egy népi ékszer. És akkor ennek is nagyon sok változata van, attól függően, hogy milyen gyöngyel készítünk, milyen szélesen, milyen mintát teszünk bele. Én fűzök népi ékszereket, azok sárközi ékszerek. És a sárközi ékszerek fűzésével kaptam, vagy szereztem meg a népi iparművész címet is. Nagy Gyöngyi Nyaranta alkotótáborban oktatja a gyöngyfűzés technikáit. Ezeken a foglalkozásokon rendszeresen részt vesz Bokodi Lajosné is, aki szintén sárközi népi ékszereket készít. Én inkább ezeket a népi dolgokat szeretem jobban. Most áttértünk ezekre az urbánusabb ékszerekre, mert mindenki legalább annyi pénzt szeretne, hogyha el akarja adni legalább annyit, hogy a gyöngyeit meg tudja venni belőle. Többek között tavaly ez volt a munkánk, Akkor hova teszek? Hát ez lehet, hogy itt nem nagyon látszik, ezen a, inkább itt. Ez a sárközi nagyvirágos nyaksi. És tavaly előtt pedig, hát nem is előtte való évben csináltam ezt, ezt le is zsűriztettem. A hagyományok házában van a népi ékszerek zsűriztetése, és évente 3-4-szer be lehet adni munkákat. Ez is egy sárközi puplán csavart nyaksi, illetve a méhes nyaksinak hívják, azt hiszem. Egy-egy nyaklánc vastagabb karkötő elkészítéséhez nagyon sok gyöngyre és különböző kellékekre van szükség. Mindezek megvásárlása persze nem kíméli a pénztárcákat sem, különösen ha Swarovski gyöngyből fűzünk ékszert. Ez abból különbözik a többitől, hogy ezek Swarovski kristályokból készülnek. Ez sajnos egy kicsi drágább, mint a többi csiszolt gyöngy, vagy pedig a kása gyöngy. Ezért lehetőség szerint csak egy-egy bogyó készül belőle. A nyaklánc azért egy kicsit munkásabb, mert ezeket a részeket külön meg kell hajlítani drótból. Ehhez vannak megfelelő alkatrészek és különböző eszközök, aminek a segítségével ezt meg tudom csinálni. Én leginkább ajándékba szoktam elkészíteni, mert én nagyon szeretek olyan ajándékot adni a barátaimnak és a szeretteimnek, ami egyéni, nekik szól kimondottan, és én készítem. Az elkészült munkákból legutóbb 2 évvel ezelőtt rendeztek kiállítást a Városházán. Borász programok is lesznek az idei Jókai napokon. A Művelődési Ház szokásos éves rendezvényssorozata pénteken, azaz április 29-én kezdődik és hétfőig tart. Rögtön az első napon például Ács Anna irodalomtörténész mesél arról, hogy a Kultúrház névadója Jókai milyen kertész volt. Utána pedig neves budai borászok borbemutatót és borkostolót tartanak népzenei műsorral. Persze idén is lesz Jókai túra, azaz városjáró körút és táncverseny is. Helyesen bort inni csak azt tud, aki múzsai nevelésben részesült, költőket olvas, muzsikát hallgat és képekben gyönyörködik. Mi ezt a mottót választottuk a Csengő rímek csillogó borok című rendezvénysorozatunknak, mely egy egyedülálló városi összefogásból valósul meg április 29-től és május 2-áig.
A korábbi évek tematikájának megfelelően az első napon 29-én 18 órakor kerül sor a koszorúzással egybekötött ünnepi műsorra. 30-án Jókai Tóra és Jókai Táncverseny várja az érdeklődőket, majd három napon keresztül a gasztronómia, a magyar bor és a szőlő kerül a helyi kultúra előterébe. A Magyar Történelmi Szalon kezdeményezése, hogy összefogja a városban működő civil és egyéb szervezeteket egy közös borászprogram megvalósítására. A Jókai Művelődési Központ vállalta, hogy ebben az évben jókai természet szeretetéről, borhoz, szőlőhöz való kapcsolatához illeszti a programját, és a BUM, a Budaörsi Művészek Egyesülete magyar költőink boros szőlős verseit válogatva azok ihletésére alkotják meg az idei kiállításukat, melynek címe Bacchus költészet a képzőművészetben lesz. A program lebonyolításában segít a Jakob Bleier Heimat Múzeum és a Régiség Búver Egyesület is. A programsorozat tehát pénteken este kezdődik 6 órakor a Művelődési Házban. Sport. Kikaptak a focisták? Az utóbbi két mérkőzésen mindig 2-1-es vereséget szenvedett MB2-es labdarúgó csapatunk. Előbb a Sziget-Szent Miklósi Tornaklubtól, azaz az STK Erimától, majd a Tatabányától. A Gárda így most a 12. a tabellán 29 ponttal. Az első helyen a Videóton áll, utána a Gyirmót, majd a Pécs következik. Nyertek viszont a teremlabdarúgóink, az Aramis 5-3-ra megverte az Újpestet. A csapat az NB1-ben a 4. helyen áll, 12 győzelemmel, 2 döntetlennel és 8 vereséggel. A jelenlegi állás szerint a Rábeltú, a Berettyóújfalu és az FTC a dobogós. Most pedig kommentár nélkül. Ahogy a mai műsorban elmondtuk, amatőrök játszották el a héten a templom téren a Passióból az utolsó vacsora jelenetet. Most az előadásból egy hosszabb, 11 perces összeállítás következik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hogy akarod? Hol készítsük el neked a húsvéti bárányt? Így felelt. Menjetek be a városba Nikodémushoz, és mondjátok meg neki, hogy a mester üzeni. Közel az időm. Nálad töltöm el tanítványaimmal a vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Te akarod megmosni az én lábamat? Most még nem érted, amit teszek, de majd megérted azután. Az én lábam ugyan meg nem mosod. Ha meg nem moslak, nem lesz részed én velem. Uram, akkor ne csak a lábamat, a kezem és a fejemet is. Aki meg van mosva, elég neki, ha a lábát mossák meg. Akkor egészen tiszta. Tudjátok-e, mit cselekszem én most ti veletek? Ti engem mesternek és úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmosom a lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti véletek, ti is úgy cselekedjetek.
üljetek le, szeretteim. Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert bizony mondom nektek, hogy most iszom utoljára a szőlő terméséből addig a napig, amikor azt az újat iszom majd veletek Atyám országában. Vegyétek, és egyétek, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, és így szólt. Bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. Ki árulna el téged, Uram? Egy a 12 közül, aki velem együtt mártja kezét a tálba. Egy közülünk? Egy közületek. Csak nem én vagyok, Uram. Te mondád, amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Arról ismernek majd meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz. Rövid idő, s már nem láttok. Ismét rövid idő, s viszont láttok. Hová megy, Uram? Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Miért nem követhetnélek én most? Életemet adom, érted? Bizony mondom neked, mire megszólal a kakas, háromszor megtagadsz. Uram, ha nem tudjuk, hová megy, hogy találjuk meg az utat? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jutott el az atyához másképp, csak én általam. Mutasd meg nékünk az atyát, és az elég nekünk. Annyi ideig vagyok veletek, és nem ismertek engem. Tamás, aki engem lát, látja az atyát is. Mert én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen, hiszen hallottátok. Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
Ezért ne féljen a ti szívetek. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Most szomorúak vagytok. De viszont látlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Azon a napon már nem kérdeztek tőlem semmit. Bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Amen. A mai műsor végére értünk. Elérhetőségeinket a képernyőre kiírtuk, várjuk telefonhívásaikat és e-mail üzeneteiket. Találkozunk hétfőn este 7-kor a következő Városi Magazinban. Viszontlátásra!